1849. július 30-án Petőfi Sándor Székely keresztúron jártott, egy család látta vendégül. Miután elfogyasztották a puliszkát, egy körtefa árnyékában beszélgettek. Majd a költő távozott, és többé senki sem látta, a fa viszont megmaradt. Az eredeti fa ugyan már nem él, de a hajtása most is terem. Egy erdész erről a fáról mentett el oltóágakat, Szarvas József színművész pedig a tündérkert mozgalom aktivistájaként, amerre jár, elültet egy kis csemetét. Most a nyárhangoló fesztiválra érkezett Vajdaságba a Petőfi centenárium kapcsán, egy körtefát ajándékozott a Királyhalmi iskolának. A közösség azt a körtefát úgy tartja számon ma is, mint Petőfi körtefája. Arról egy szomszéd faluból jövő ember, jó szándékú ember elmentette egy oltóágat, vadaranyba oltotta és megtartotta a jövőnek. Ma Székely keresztúron az a bizonyos fa, ami a Petőfi Sándor beszélgetett, még mindig van, de már nem él, de mellette ott van az ő hajtása, az ő utódja, és arról a fáról lett elmentve ez a csemete is Kovács Gyula porszombati erdésznek köszönhetően. A helyi Petőfi Sándor általános iskola vezetősége nagyon megörült a meglepetésnek. Az igazgatónő azt mondja, szeptemberben a fához hűződő legendát is elmeséli a gyerekeknek. Szeptember 1-én, amikor benépesül az iskola, akkor ez egy téma lesz, és hát mindenképpen arra fogjuk a gyerekeket is ösztönözni, hogy vigyázzanak rá, hogy gondoskodjanak róla, hiszen nagyon sok szép növény van az iskola udvarba, úgyhogy szerintem nagyon jó helyre jött a körtefa. Öntözni fogjuk, gondozni fogjuk, és reméljük, hogy mivel a körtefák hosszú életűek, így reméljük, hogy legalább 100 évig, de ha én már olyat is hallottam, hogy 200 éves körtefa is élő, úgyhogy bízunk abba, hogy ez a pirinyó kis aranyos kis facsemete ez óriásira fog növekedni, és sok-sok körtét terem, amit a gyerekek szívesen fogyasztanak. Királyhalma gyümölcstermesztő település, a falu templomának kertjében található a magyar nemzet összetartozását jelképező almafa is. Ennek méltó párja lesz a most elültetett csemete.